a ködlámpám, gyerekek! Itt a másik ködlámpám, meg a izé. A szájba baszott kurva édesanyja. Gerépkája, hol laksz? Te mindenkit betámadsz, te mindenkit megversz, hol laksz? Arról beszélj, hogy hol laksz, kislányom! Azt se tudod, kivel beszélni! Krici vagyok, hogy szígyen van! Beszél, lányom, hol laksz? Hol laksz? A szígyenünk vagy az emberek szígyene, hogy nem szígyened magad? Ne nézzél, kislányom, ha szégyelsz, akkor ne nézzél, kislányom! Jössz nekem dolgozni 200 euróért! Gyere elértem, azt dolgozok neked, gyere elértem! Jó, ki vagy már tágulva? Ki vagyok, gyere elértem, te, gyere! Akkor kiszakadtál, mi? Gyere, aztán dolgozok neked! Na, szárjárjon, te nem vagy vicces gyerek, rajta dolgozz! Ki vagy szakadva? Adok neked amúgy pénzt benzire, lányom, gyere, azt adok amúgy neked pénzt benzire! Gyere, adok pénzt benzire! Amúgy feltetted? Vörös kurva, mi van veled? Te vagy cigány? Amúgy feltetted? Hát az orrodtól nem látszik az arcod, te jó asszony! Amúgy feltetted? Te, rossz kurva! Hát csak a popárjál live-ba! Popárjál, már kérdezek valamit, de tudsz rá válaszolni, annyira a napot hát a menő gyereknek tartod magadat, ha menő gyereknek tartod magadat, miért nem indulsz el hozzá? Mindjárt csak kérdek tőled valamit, és válaszoljál rá! Hallod? Senki nem vagy! Senki nem vagy! Mindjárt kérdek valamit, válaszoljál rá! Senki nem vagy! Feltetted? Mit tettem fel? Faszomat a szádba! Jó gyerek! Jó estét, várjatok egy kicsit! Hé, hallod? Bukába popádat, mert lemegyek a széjjel, baszdosom a százat, te kurva! Hey, big boy! Hey, big boy! The volume down, please! Or I go down and kick your ass! Fucking shit, bitch! Radics Peti jó, de ki az a Radics Peti? Én már néztem egy ilyen buzi utánozza Brandon, basszam ki a gyomrát. Aki utánozza a Brandont, az a Radics Peti? Az, hát. Ma is ilyen sejem kabátban volt, vagy a kurva anyjában, ilyen buzi kabátban, az ívogatta a kurvákat. Habő, már milyen jó gyerek, úgy nyakon basznám, hogy a feje leszakadna. Sejem paraszt. Nem az, azt írják. De az az. Na, én nem tudom ki az. Az Radics Attila. A te, az teljesen más. Radicson mindig kendő van. Akkor Radics Attila az, hogy basszom ki az anyjának a száját. Ide, busafejű, lófejű, lótokájú. Egy kicsit most le fogok süllyedni a szintedre, pedig nem akartam ezt a videót megcsinálni. Csak annyira, hogy mondjam, annyira ellenszenves vagy, meg stb. Hogy én így, nekem YouTube-on senkivel semmi különösebb problémám nincs. De én mikor megláttam a videóidat, meg hogy te mit csinálsz, meg teljesen kiakadtam. Te a kritikát abszolút nem tudod elviselni, mert aki már beír a live-odba akármit beír, akkor te már azt meg akarod verni, meg akarod kerestetni a rendőrséggel, de közben meg a legnagyobb vamzer vagy, érted? Van vamzer, töcsögök, mint te. Hát anyád a vamzer, te faszopó kurva, te vagy a vamzer. Pékezzél, most én beszélek vele. Klausmann Viktor, mikor jönnek a rendőrök behúzogatni? Hát majd nem tudom, hogyha te is szépet írtál, akkor valószínű téged is majd behúzogatnak. Tehát ez szerintem egy lassú folyamat lesz, mire visszakapom a csatornámat, úgyhogy maradjunk ennyibe. Azon nevetgélsz az meg, hogy téged nem lehet elkapni a számítógép mögül. Hát elmondom, mind a három csatornámat lezárták, mind a hármat kutatgatják, és mindegyiket, amelyik csak fenyegetőzött, mindegyiket be fogják húzgálni. Köszönhetitek annak, aki ide jött a kapuhoz, azt menően, nagy menően belövöldözött hármat. Gratulálok neki.
Emiatt most az összes trollt el fogják húzni, aki csak káromkod, szidott, meg koporsóba teszlek, meg lelőlek, meg szétváglak, meg megbaszom anyádat, meg húgyozzak apád sírjára. Majd szépen ott bent húgyozhatsz, hogyha lehet, hogy egy évet előzetesbe hagynak, azt akkor ott húgyozgathatsz, amennyit akar. Köszönjük DSA ASD. Mondom, a rendőrség letiltotta mind a hármat, és most ők kezelgetik, nézik, hogy kik azok, akik fenyegetőztek. Ez a kettő nekem nem jön össze, hogy te most azt mutatod, hogy ilyen vagány vagy, meg ilyen ütőképes vagy. Én nem tudom neked, mire volt jó, azt engem felkóstoltál, azt hittem, nem derül ki, itt a szavaknak súlya van, barátom. Előbb vagy utóbb minden ki fog derülni, érted? Ha te mondasz valamit, akkor az válad, legyen faszod és válad. Te azt mondtad engem, nyakon fogsz baszni. Állok elébe. Most itt vagyok, beleállok. Figyelj! Menj innen, te is, mert szájba váglak téged is. Állok elébe, barátom. Mondtam neked, Józsi, menj már innen. Azt mondtad, megversz, érteni, nem kerestem a balhét. Te keresed a balhét, folyamatosan keresed a balhét. Neked ebben mi jó? Te csibész gyerek vagy? Én nem hinném, a csibészek azok nem menjenek, mert régen azért mozogtam az éjszakába, tudod, nekem az a YouTube ilyen relaxációs program, papikám. Megmondom neked az őszintét, azért, mert te ezt mondtad, nem is tudtam ezen magam fejlegesíteni, mert nem vagy ellenfél semmilyen téren, érted? Semmilyen téren nem vagy ellenfél. Nem is leszel ellenfél, mert és nehogy most beszaladj a rendőrségre és feljelentsél, hogy mi fenyegettelek. Figyelj ide, a fenyegetés és a tény között kettő darab különbség van. Ezt elmondom neked, hogy eljusson az agyadig, mert nagyon látom, nagyon buta gyerek vagy. A fenyegetés az csak egy feltételes dolog, a tényen meg nem tudsz változtatni. Szóval az, hogy nem vagyunk ellenfelek, vagyis lehetnénk azok, de egyszer nekem nem vagy ellenfél, ez tény, érted? De ha kipróbálhatjuk bármikor, bárhol, mert nekem nem csak a szám jár, mint neked, asszonykám, rossz asszony vagy, alattad nuni van, mert te csak pofázol, ez lesz, az lesz, ez lesz. Hol a tettek? Haver, aki férfi, ott a tektek diktálnak, érted? Tek. Nekem a légiótól fogva négy darab személyazonosságom van. Négy személyazonosságom van. Te mindenkit lecsórózol, hogy örülnek, ha esznek a magyarok, meg stb. A live-otba. Figyelj ide! Én átlátok rajta, te egy csóró, csöves, utolsó, senkiházi vagy. A házad olyan, mint valami vályok, repedezik a mennyezet, Polgár Jenőnek az unoka öccse vagy körülbelül, olyan csöves vagy. Egy utolsó, csöves, senkiházi ember vagy, és te mondod azt, hogy te így úgy tele vagy pénzzel, neked így úgy ilyen autóid vannak, mások autóival jársz, azzal menőzöl másnak az autóival. A kertedben meg egy olyan autó van, egy 1800-as, nem tudom hány Lada, amit tolni kell, hogy beinduljon, barátom. Itt a bizonyítási lehetőség. Találkozunk normális keretek közt. Hívok egy videóst, hogy mindenki lássa, tudod, nem kell primitíveskedni, de felőlem mehet bárhol, érted? Én nem egy majrés gyerek vagyok, soha nem is voltam az. Neked körülbelül háromszor ekkora fejed van, úgyhogy jó nagyot fog szólni, mikor úgy telehúzlak, úgy komolyan, így tzs, tudod, tzs. Lassítottba, figyelj, Conor McGregorba, figyelj, tzs. Úgyhogy azt mondom neked, come on fight, gyere fightolni, viccet félretéve, gyerünk. Mutasd meg magad, itt a bizonyítási lehetőség, Bushido. Nézzétek meg, ki jött. Come on, fight! Menők! Ide hívtak, hogy itt valami Radics Attilával lehet találkozni, gyerekek. Hát nincs itt se Radics Attila, se senki. De hát nem még Radics Attila nincsen. Engem ide hívtak a te live-odba, hogy valami Radics Attila itt fog várni engem, valami hokolokon, hokolokon, pokon, pokahontasz. Te? Lementem most. Hoztam mindent, gyerekek. Állj már meg, mert a mester se tud meg az edző sosem. Tehát én hagy üzenjek nektek most normálisan. Nézzétek hülyének a faszopó kurva anyátokat. És innentől kezdve a testvérem, itt mondom live-ba, és most osszátok, innentől kezdve neki is fizettek, meg nekem is. Ennyi, testvérem. Radicsom, mondtam, hogy ez zsebbenyúló sztori lesz. Én mondtam neked, come on, fight. Gyere, hoztam mint kesztyűt is, mehet izével is, meg mehet pusztán ököllel is. Várlak, kislányom, itt a teremnél, ahova tegnap hívtatok. De tudja, hát onnan jövök föl, mindent vettem élőbe amúgy. Ez van, gyerekek. Come on, fight. Ja, és ezt elmondtam nektek azért. Hoztam neked is, hogy... Köszönöm. Szépen.
azt azért elmondtuk ugye, hogy az első meg az utolsó volt, főleg, hogy az van. 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 Az első és az utolsó volt, hogy minket oda hívtatok valahova. Innentől kezdve, én úgy gondolom, bazd meg, gyerek, Javka, te! Köszönj a sógorodnak! Szia, Ali! Jaj, mintha nem ismernétek egymást. Ja, az a másik feleségem volt? Bocs. Egészséget kívánunk a kismamának és majd a babához is. Szervizbe van. Na mondjad! Na itt vagyok, kukikám. Mind halottak vagytok a számomra. Most állt be a pohá. Bassza meg anyádnak a száját, te büdös köcsök, hogy én külföldi számokról hívogat. Anyádba vagyok, éppen anyádat bakom. Képzeld el éppen anyádat, bazdmeg, mit szólsz? Akkor szoptassalak halálba téged, aki. Te rossz kis csöves koporsó, bánatos kurva! Hagyjuk már! Szopd ki anyádból a gettimet, amit hát belevertett, te csöves! Anyádat, kérem, anyádat! Hát ilyen hülyes... Én anyádét basszam ki, azt. Hogy te majd tankkal jössz meg, ebben jössz meg, abban jössz! Megbaszom az anyádat is, te koporsó, induljál el! Levágom a fejedet, basszom! Induljál el, te halott kép! Hussoltak múlva nyelvet, szolzsák. Mi van ebben te? Érti kapitányság, jó napot kívánok! Jó reggelt kívánok, Ali lennék megint. Beért már a kedves rendőr úr? Hát, bocsánat, de nem adhatunk ki információt. Jó, hogy most már nem adhat ki információt. És ha holnap föl fogom jelenteni, akkor fognak kiadni információt? Hát, nézd, ez nem tudja, hogy mit csinál, hogy... Miért kiadt önnek parancsba, hogy nem adhat ki információt? Semmiféle információt nem adunk ki telefon. De miért? Hát engem megsértett valaki, akit föl akarok jelenteni. Hát nehogy már, mert rendőr, ne adhassanak ki róla információt. Hát nekem szükségem van a számára, a jelvés számára, meg a nevére. Ő intézkedett, de semmi gond, bemegyek napközben, aztán kiadják nekem, jó? Jó lesz így is. Jó, oké, rendben van. Hát, jó, oké. Csak még egyszer mondjátok már meg neki, hogy verjem a faszom a szájába. Oda verjem, meg hogy egy büdös kurva volt, mert elmenekült, és erről cigányozásról, meg még hogy itt összefutunk, meg ott összefutunk, erről meg beszélgetni fogunk. Tárgyalunk erről. Most ez lett a fő tevékenységem. Rendőrökkel tárgyalok. Ti is tárgyalhattok velem. Na. Már meg nem adhat ki információt. Még ilyet, gyerekek. Nem adhat ki. Na várja, azt majd te ki információt. Cooper, egyél, ne haragudjál, de ez most... Hallod? Ja, a másik okosság. A másik okosság. Ha nem kell beáztatni az öregeknek a lábukat, ezeknek a 130-140 kilós dagadt öregasszonyoknak, tudod? Vannak ezek a repett sarkúak. Lereszeled a sarkukat szárazon reszelővel, a port, a sarok port
beleteszed valamibe egy szatyorba, hazaviszed, átöntöd egy kis flakonba vagy valamibe, azt tudod szórni a lányaidnak tésztára, tudod? Tésztára rászórod, bemikrózod egy kicsit, ha van mikrón. Ha nincs, akkor küldök neked egy benzinest. Be kell rántani, de jól működik. Berakod a mikróba, azt ráolvad a sarok olyan, mint hogyha a sajtot reszeltél volna a tésztára. Tudsz bőle sajtos tésztát csinálni. Vágod? Szóval Laci, nincs egy lájvot és ezt magyarázzuk. Laci, menj aludni, mert előveszem a morzsaporszívót és becuppantom bele az acskod. Mi volt már izénye, hogy valaki morzsaporszívózott ott mellette, vagy mi volt? Én nem tudom, én azt mit tudom én. Ú, gyerekek, megöltök. Milyen morzsaporszívó? Én nem tudom most. Jaka, a morzsaporszívó, nem tudom, Szandi, mi volt. Milyen morzsaporszívó? És mi Délius? Az is még él. De arra kaptam egy pár értesítést, hogy live-ban van, de basztottul nem érdekel. Vonat küldte, Laci, szétszedjük a szádat, basztolok ki a palotaiba. Lakatos benne, majd elmondok mindjárt mindent. Laci, akkor indulhat egy live, mert az akkor... Az apja az a morzsaporszívó? Rányított egy morzsaporszívóval, és... Jó, mert Laci rányított, és morzsaporszívóval ment be. Morzsaporszívózat mellette. Jó! Ú, Laci! Nem is te lennél, hallott, hogyha apád nem morzsaporszívóval vett volna. Én elhiszem, hogy neked nyilván rosszul esik, amit a Jászminról írnak, persze. Te is tudod, hogy direkt csinálják. Mert ők látják, hogy ezt téged ide visít, és mennek a gyenge pontot, tehát persze, hogy... Hello! Halló, kezik csókolom, Ali Abdul Aziz vagyok, és érdeklődni szeretnék, hogy... azt mondja, hogy Berta Timea Erzsébetet keresném. Halló! Halló? Nem szól vele senki. Halló? Halló? De beleszól valaki, most mondom, hogy halló. Halló? Halló, halló? Igen. Hallanak? Igen, halljuk, hát várom, hogy szóljon bele. Hát én idáig is beleszóltam, önök nem szóltak bele. Berta Timea Erzsébetet keresném. Miért? Hát úgy, hogy beszélni szeretnék vele. Hát és akkor mi nem a Berta Timeát keresi? Hát mert én ezt a számot kaptam, hogy ez az ő telefonszáma. És ön kicsoda? Tessé, én Ali Hisham Raad vagyok. De hova valósi? Én ide Dombóvárra. Mi a neve még egyszer? Ali Hisham Raad. Ali Hisham Raad? Hát én nem is értem, hogy milyen... Én nem értem ezt a nevet. Ez egy arab név, drága hölgyem. Hangosítom, mert nem hallom. Jó. Most tetszik hallani? Most igen, már most kihangosítottam. Nagyon jó. Tehát Berta Timea Erzsébetet keresném. Az ügyben, hogy Berta Máriót keresem én, a testvérét, csak a régi száma van meg nekem, és nem tudom elérni a régi számát. Hát és mit akar a Márióval? Mert én azt nem is ismerem. Ki maga? Hát nem, magát én se ismerem, de a Máriót ismerem. De mit akar a gyereke? Hát mind a ketten videósok vagyunk, és beszélni szeretnék vele ez ügyben a YouTube-on. Mert az előtt a témája telefonált ide, és azt mondta, hogy maga fenyegetőzik. Én nem fenyegetőzök, hát tetszik hallani, hogy fenyegetőzök? És akkor ezt a telefonszámot ön honnan tudja az enyémét? Én ezt a nyilvános tudakozóval. Nyilvános tudakozóval? Igen. És most ön mit akar egyáltalán? Én szeretnék beszélni Berta Márióval. És hogyha én vagyok, akkor mi van? Hát csak nincsen női hangja Berta Máriónak, azt értékes, érdekesnek találnám. Hát én nem nő vagyok, hanem férfi. Hát én meg azt hagyjuk inkább. Berta Márióval szeretnék beszélni.
Nincs ilyen nevezető, én nem tudom ki az. Jó, mindegy, akkor add át neki, te férfi, te nő férfi. Lángyó... Elnézd az kulátat, te szemét láda! Figyelj ide! Szerencsét, hogy nem basztalak még picsán, Smidélius az anyátokkal faszó. Az apádat kiszopó, Smidélius geci. Ezt a Smidélius gecit tiltsátok innen, mert halott. Hát most ne haragudjon már, befejeztem már, most mit akar egyáltalán, hát mondja még. Lefeküdt. Nem azt mondom, hogy mondja meg már, mit akar, ne haragudjon, hogy az előbb befejeztem. Hát semmi baj, drága, Márióval szeretnék beszélni három szót. A YouTube videóval kapcsolatban, mondja meg neki, úgy mondja meg neki, hogy Ali Abdul Aziz, úgy tudni fogja, hogy ki vagyok. Ali Abdul Aziz, hát az Ali Abdul Aziz, ez egy arab férfi név. Én arab vagyok. Igen, Ali Abdul Aziz vagyok. És így tudni fogja, hogy kiről van szó. A YouTube-on live-ozik ő is, én is. És ezügyben szeretnék vele néhány szót beszélni. Egy pillanat! Köszönöm. Jó napot! Haló, haló, üdvözlöm! Haló! Itt vagyok, a tessék! Máriót keresném, haló, haló! Na, én vagyok az! Te vagy a Márió? Én. A Rio Vlog, ugye? Így van. Jó van, testvérem! Azt szeretném kérdezni tőled, ugye te elindítottál egy videót rólam, hogy én a Radics Attiláról hogy beszélek. Igen. Meg hogy szidok mindenkit, meg hogy lenézem a szegényeket, meg ilyen apróságok. Aha. Na most én, mikor bejöttél a Bekének a live-jába, ugye az öcsémnek a live-jába, és ott írtam neked, hogy fogok csinálni egy válasz videót neked. Amit, igen, láttam is a videót. Amit neked címeztem. Igen, láttam. Na most kérdezem én akkor tőled, hogy te szerinted, az a videó, amit neked címeztem, az normális hangvitelű volt-e, vagy pedig ilyen gusztustalan csúnya beszédek voltak benne, meg hát ugye ilyen trágárságok, meg mindenki megalázása, mint ahogy mondtad is, hogy te szerinted ez ilyen volt, vagy normális videó volt? Ja, én szerintem ez tök normális volt. Akkor azt is hadd kérdezzem meg tőled, hogy mi a faszomért csinálsz te olyan videót rólam, hogy a Brandon utánzók 4, és akkor, hogy ilyen jó a Beke, meg olyan jó a Radics Attila, de hát az Ali az meg olyan, amilyen. Én meghallgattam a véleményedet, nem is érdekel, de ezt most szólok neked előre. Hát bekapcsoltad a felvevőt? Milyen felvevőt? Hát mondjuk, hogy vedd föl ezt a beszélgetést. Vagy valami tanúkat hívjál oda, hogy hallják. Van, megvan? Na, tessék, mondjad. Megvan a felvevő? Megvan, igen. Jó van, oké. Tehát én most először is nagyon szépen, még egyszer mondom, nagyon szépen megkérlek tégedet, hogy ugorjál le rólam, ugorjál le a Bekéről, meg ugorjál le a másik öcsémről, a Brandonról, mert... Próbálj meg a saját magad stílusával fölkapaszkodni, ne a mi nevünkkel, főleg ne úgy, hogy engem fikázó, mert ez nem az a baj, nem csak az a baj, bár az is elég nagy baj, hogy nekem nem tetszik, de az a baj, hogy nagyon sok testvéremnek meg rokonomnak nem tetszik, érted? És csak hogy ebből nehogy valami probléma legyen, én nagyon szépen megkérlek, hogy fejezd be ezt a hülyeségedet, jó? Jó, van ez a... Hogyha neked, Radics, olyan nagy spanod, akkor videózzál vele, csináljál róla videókat, meg együtt vele, legyen 100 millió nézőtök, testvérem, de most mondom el először, meg utoljára, hogy szépen megkérlek még most, hogy fejezd be ezt az egészet, jó? Rendben van. És ez nem fenyegetés, hanem egy kérés.
egy kérés, mint hogyha te megkértél volna engem, hogy ne beszéljek rólad. Igen. Azt hiszem értelmesen megkértelek. Szeretnék valamit mondani, lezárásként. Ugye tudod jól, hogy ezzel, amit most tettél, hogy megkerested a számomat. Igen. Elkövettél egy hibát, hogy nem kellett volna, tehát írhattál volna rám is. De ez miért hiba? Az, hogy én fölhívom a tudakozót, és az meg kiadja a számodat, mert nincsen letitkosítva. Jó, de szerintem lehetett volna ezt normálisan is, és nem hát akkor miért? Szerinted most nem normálisan beszéltem? Hát nézted a videóimat, tudod mi, amikor én nem normálisan beszélek? Jó, van, rendben, értettem, oké, köszönöm szépen, hogy hívtál, és tovább is sok sikert. Neked is, testvérem. Csókolom a szíveteket. És akkor te egy 16 éves lányt fenyegetsz? Hát az a 16 éves lány csinált ennek az állítólagos rákos nőnek, én meg lehet nézni a YouTube csatornámat, fönt van. Ott vannak a papírok feketén-fehéren kinagyítva, hogy meg van hekkelve a papír. Lamosi, egy rohadt embernek a beteg papírjáról. Te rohadt áruló, Szamosi! Szamosi, egy áruló rohadék vagy! És Hácsi mindenkinek, mikor a Vajdával beszéltek, neked is tégedet is felszólítanak! Milyen szavakat használtok itten a live-onba? Milyen szavakat használtok egy Vajdával, meg egy cigánybíróval szembe? Nem így működik ez, hogy egymást vigyél ide, egy gengszteres módjára egymást odahúzogassuk. Ha hibáztál, akkor kérjél bocsánatot a cigányoktól. Te meg áruló, Szamosi! Tégedet Budapestről ki foglak tiltatni. Te hazug áruló, kutya, Szamosi! Ne haragudj, sajnos Vajda vagyok. És figyelj ide, sajnos ki kell mondanom azt a szót. Mert engem az Iván megért. Sajnos meg kell hoznom az ítéletet és a döntést. Ilyen még nem volt, hogy testvérek és barátok egymás ellen mentek. Megkérem, a hozzászólókat ne íroljanak. Most egy nagyon nagy szó jön. Nem kell egymásnak üzengetni, de most ki kell mondjam azt a szót, hogy ha az Ivántól azért, amiért megfenyegetted, vagy megfenyegették bárkiek a családjukat, ne nevessetek a kurva anyátokat! De most... Kapcsolj ki a gyászba, csetet! De most, ha a Iván Jónástól nem kérsz bocsánatot, meghozom az ítéletet, hogy a cigányok közül ki kell, hogy tagadjalak. Testvérem, akkor tegyél így. Ali, na. Az olasz cigányok közül ki vagy tagadva, megjött az ítélethozatal. Az olasz cigányok közül ki lettél tagadva, az olasz cigányok közül nem tartozol az olasz cigányokhoz. Az olasz cigányok, sajnos meg kellett hozzam ezt a döntést, ez az igazat 500 nézőnél 1500, 3500, 18000 ember nézi. Én Vajda vagyok, cigánybíró, és sajnos ezt az ítéletet kellett meghoznom, amiért az Ivántól nem kértél elnézést, nincsen semmi baj ezzel, de testvérem, így... majd ha ő elnézést kért én tőlem a patkányozásért, meg hogy ki egy kis köcsög vagyok, meg senki köcsög, akkor majd esetleg beszél. Én elfogadom a döntésedet, akkor ezek szerint innentől a testvéred se vagyok tovább. Gondolom már úgyis letiltottál, nem tartozunk egymáshoz, legyen így. Sajnos ezt az ítéletet meg kellett hoznom. Jó van, tesszük, meghoztad, örültem, hogy beszélhettem veled, a barátod meg kiszopja a faszomat. Na ennyi. Isten áldjon titeket. Hol van az a képen, ő gyerek? Hol vagytok? Tegye le! Nem bolond, mit üdös kurva!
Hát mi van, a rendőr nem bír el veled, akkor majd gondolod, hogy én kurva vagyok. Gyere közelebb! Gyere közelebb, ez nem tör, ez gyilkos kard, mondja még egyszer. Le! Utoljára felszólítom! Utoljára elmondom nektek, október 1-én itt lesznek, mindegyiketek átnek szurkába! Tegye le! Nem értetted? A gyerek menjen be mögüle? Nem megy be mögülem a gyerek! Nem az asszony is menjen be! De ne parancsolgassa nekem közterületen, fiam! Tessék letenni! Nem tessék letenni! Hívd ide a kurváidat! Hívd ide a kurváidat! Hívd ide, mi az, hogy engem fenyeget? Megyék ide a sprét a kezedbe, mind a kettő. Spray, azt mit csinál? Fújjál le! Hát testvérem, én a légióban nem ilyen spréket értem át. Utoljára. A légióban nem ilyen sprét. Tedd a számba, gyere, tedd a számba. Megközelítsen. Gyere, tedd a számba. Megközelítsen. Gyors, csak sőre töltött, az mi van? Lerősz! Tessék letenni! Lerősz! Mondom, tegye le! Lerősz! Az lesz, ha megtámad! Na, akkor öljél, az lesz, ha megtámad! Figyelj ide! Én, te mire előveszed azt a pisztolyt csőretőbe, kitörtem a nyakadat! Igen, igen! Megértetted? Október 1-én! Október 1-én! Nőfegyvert fogok használni! Mutatom! Törvényemét! Leszarom én a törvényemét! A törvényemét! A törvényemét! Ne szólítom, hogy tegye le! Vegyed, vegyed te is! Azt most mondom neked, kamerás fiú! A október 1-én! Ne menj be oda! Tegye le! Hadd látszak a kamerába! Ha október 1-én ide ki fogtok jönni, mindegyik ötök így fog járni. A támadólag lép fel! Támadólag! Mi van? A két kurvát engeditek elmenni? Pál, vidd már el a nőt! Nem csajózzál az asszonyomra, ne csajózzál, mert nem a kurvát! Mondom! Mondom, nem a kurvát! Ha nem teszi le, akkor lépegben fogok használni magával szemben! Üljél le! Oda megy a földre! Üljél le! Oda megy! Dehogy megy oda a földre, fiam! A faszom verjem a robogós kurva agyárba, abba. Látod, hogy nincsen rendszám? Látod, hogy nincsen rendszám? Várjál, Bluetooth-ra kapcsolok. Csak nem találom a kapcsolót. A rákba vagy már anyáddal együtt. Ez a lakáskulcsom. Mi a kurva anyádért hagyod abba? Én nem csinálok hülyeséget, gyerekek. Én okosságot csinálok. Itt van a telefon is. Music. Nem nyúzik, basszom ki az anyád száját. Ne álljál le, szob le anyádat. Veregessem a faszom az anyát! Nézd meg, nem akar menni a keci!
Most én a harmadik petárda. Zsarinak is mindig kívánok. Nagyon-nagyon sok szeretem. Ay, perdón, no, 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 no
Leszarom. Nem érdekel, hogy álltam vagy. Nem fogom. Fogjad. Minek fogja? Fogjad, mert fölmegyek a rendőrséggel, én is fölgyújtom az egész rendőrséget. Na! Uszítjátok egyébként? Miért uszítjátok? Szégyeljétek el magatokat, mindegy, mindannyian, mindannyian. Ali, ne csináld! Szerintem... Nem megyek. Nem, mit fogok ülni? Mert ilyen kedvem van. Mert ilyen kedvem van. Ilyen kedvem van. Miért akarsz kirúgatni? Nem rúgatjak ki, amelyik rossz lesz, hogy kiütöm az agyát. Tényleg? Itt vagyok, gyerekek. Semmi gond nincsen. A főnököt keresem. De nincs itt a főnök. Nincs is, mikor lesz itt? Reggel jön olyan 6 óra tájékán. Jó, reggel 6 óra tájékán itt vagyok, a száját itt fogom kibaszni a kamerák alatt. De mert mi történt? Mert olyan kedvem van, mert olyan jó gyerek. Ennyi. Ja, jó. Ilyen egyszerű. Én ehhez nem értem. Nem is baj, drága, nem is baj. Nem megyek az a sehova, nem megyek, amíg el nem indulsz innen. Hát nem tudok még elindulni. Hát nem baj, akkor itt állok addig, nézd csak, mit hoztam magammal. Még a szállítónak jönnie kell. Nézd csak, mit hoztam magammal. Muzsikálunk egy kicsit. Szétszedem az autót! Szétszedem az autót! Szétszedem az autót! És akkor mi van? Gyertek értem, rendőrök! Verjem a faszom a szátokba! Gyertek értem! Gyertek értem, rendőrök! Gyertek értem! Várjatok! Meglátjátok, ki ez a büdös kurva, meglátjátok!
a munkahelyén, meglátjuk ki a pulyáró. Meglátjuk, hogy ki a pulyáró. Meglátjuk, hogy ki a menő érden. Csak jöjjenek a rendőrök. Itt a ködlámpám, gyerekek. Itt a másik ködlámpám, meg a izé. A szájba baszott kurva édesanyja. Meg egy üveg víz. Na mi van, kell még szeretet valakinek? Kell még szeretet valakinek? Nem, amíg a rendőrök ide nem jönnek, és sehol nem megyek. Hát miért, hol csináljam, itt vagy nem otthon? Te egyszerűen lerázol engem egy szóval, mint valami büdös köcsögöt? Lesz a szarom, hogy mi van, elhiszed? Megvárjuk a rendőröket. Megvárjuk a menőket. Nem találom a gyógyszerem. Ami nem baj. Ezt a táblát visszahajtjuk. Kicsit kíjebb, mint kéne. Meg egy kicsit visszább. Így már szerintem elsőbségadás kötelező, nem? Verjem a faszom a szátokba. Büdös vamzer kutyák, leskelődős patkányok. Csak jöjjenek a rendőrök, csak valamelyik hívja ki őket. Megvárjuk őket, gyerekek. Mi van, trollok? Nézzétek csak! Nézzétek csak! Nem kapar el a mankókerék? Nem kapar el a mankókerék? Akkor ez micsoda? Akkor ez micsoda? Gyerekek, bármelyikötökkel kocsi a kocsiba. Bármelyikötökkel, még ebben a rossz mankókerékkel is. Bármelyikötökkel. Bármelyikötökkel. Még ebben a rossz mankókerékkel is. Csöves kutyák maradtok. Azok is vagytok, azok is maradtok. Tisztelt a kivételnek. Büdös csövesek vagytok, troll gecik. Büdös csövesek vagytok. Büdös csövesek vagytok. Menj már a kurva anyádba! Adtam neki oda érten, üzes csókát, jaj, de sokat, vissza, vissza, ha igen, a szívemet, a lelkemet. A templomot biztos ismeritek, a templomot. Ott a rendőrkocsi, remélem ide jön. Nézzétek csak, itt a Prima. Itt a Prima, tudjátok? Tudjátok, itt van. Itt vannak az urak is, live-ba vagyunk, gyerekek. Itt vannak a rendőr urak is. Úgyhogy ennyi. Jó estét! Jó estét! Mi a helyzet, uram? Tedd már le lájvot egy kicsit. Várjál, magam felé fordítom. Tedd már le lájvot egy kicsit. Magam felé van fordítva. Live-ba vagyok, gyerekek, live-ba vagyok, élő műsorba. Nem látszotok, most mutatom.
Így messziről csak én látszom. Mi a probléma? Várjatok egy kicsit, lenémítom és fölteszem a rendőrautó tetejére. Feljelentős értett vallomása. Feljelentést kívánok tenni, mivel a mai napon 2018. 4. 25. 5 óra és 5 óra 15 óra, tehát 4-6 közötti időben a 20-30 ér Velence út 13 előtt parkoló gépkocsit, ami a birtokomban volt, elvitte, a gépkocsi nem volt lezárva és a kulcs is benne volt. Az üggyel kapcsolatban elmondani kívánom, hogy a gépkocsi egy Volkswagen Golf típusú személygépkocsi, rendszáma DTY, stb. De sajnos a száll, nem tudom, a gépkocsi Kolompár Gyula tulajdonában van, előtte pedig a Fulda Autó Kft. Vagy Falken Kft. Nevén volt. Azt nem tudom, hogy Gyula átiratta a saját nevére, Kolompár Gyula jelenleg börtönben van, és amikor őt elvitték, akkor az autója nálam maradt, így került az én birtokomban. A gépkocsit a mai napon hajnalban 3 óra körül vittem ki az udvarról az utcára. Én nagyon összevesztem az élettársammal, és a kocsival elindultam hozzá 20-30-ért Calvin térnél lévő CBA közelébe. Én itt a CBA hátsó részén neki is mentem a patkának, és ott összetörtem mindenfélét, mindegy. Illetve vagy még előtte, vagy még utána össze is rugdaltam a gépkocsit. Innen kb. Fél órával később mentem vissza a Velence útra haza, miután hazaértem, akkor állítottam le az autót az utcán a ház előtt. Mutatom nektek a lényeget. Elmondani kívánom, hogy a gépkocsit biztosan azok a rendőrök vitték el, akik ma innen a... Várjatok, gyorsabban olvasom, akik ma innen a rendőrségtől kint voltak a 20-30 ér Velencei 13 szám előtt. Azt még hozzá szeretném tenni, hogy sem egy cetlit, sem pedig semmiféle papírt nem irattak alá velem, hogy a gépjárművet elszállítják, vagy bármit fognak kezdeni vele, és nem is szóltak semmit erről. Semmilyen módon nem értesítettek erről. Az én meglátásom szerint ez kimeríti a lopás büntettét. Három személy igazolványom van, amiről tudsz. Négy darab személyazonosságom van. Négy. Sose fogják tudni, hogy ki az a Busák Józsi, ki az az Ali Abdul Aziz, ki az az Ali Hisamra. A rendőrségnek nem volt egy évig fogalma róla, hogy az öt személyazonosságom közül melyik az eredeti. Mondok még neked három nevet. A Busák József helyett. Baros Gábor, két S-sel, Baros Gábor, Baraté Gábor, vágod? Ali Abdul Aziz, folytassam? És ez nekem mind megvan papírokba. Busák, hol kaptad az Abdul nevet? Pannonia kapitánya, te még azt se tudod, hogy hogy hívnak engem normálisan. Te csak busákozol, meg abdulozol, meg alizol, meg habibizel, meg ezt csinálod, meg azt csinálod. Fogalmad nincs, hogy hogy hívnak. Elmondom nektek, soha, soha a büdös életbe nem fogtok rájönni, hogy mi az eredeti nevem, hogy ki vagyok, hogy honnan jöttem, hogy mit csináltam. Soha, soha. A rendőrség egy éven keresztül nem tudta kideríteni a gyorskocsiba, hogy ki vagyok, mi vagyok, honnan jöttem. Akkor te szerinted ki fogod deríteni? Nem tudom, hol látszik a nevet, de ügyes vagy biztos. Nem tudom, hol látszik a nevet, de ügyes vagy biztos. Konzolvilág, Ricsi, te ne izé az én dumámat, itt izé fűtsed a népet, konzolvilág. Inkább basszálj be azt a faszopó kurva édes anyádat. Mikor elalszik, erőszakold meg, másszál rá, az basszan a széjjel anyádat. Azt ajánlom neked, konzolvilág vagy még te is. De azt se tudod, egy kvarcjáték hogy működik, meg hogy kell benne elemet cserélni, érted? Konzolvilág. Még te is konzolvilág vagy. Örülsz, hogyha iszol naponta másfél deci gecit, te csöves, konzolvilág. Kvarcjátékban nem tudsz elemet cserélni, te szerencsétlen csicska.
fish at your trap. Come back, get back. That's the part of success. If you believe in the X, you'll be believing the stuff. Itt próbálkozol egy-egy hülye mondattal. Hát nagyon szar helyekre találsz be, jányom. Neki van világ, a konzolvilág. Az alkoholista világ, amit otthon apádék, totál részegen fekszik anyád meg apádot, basznak előtted, de meg utána, amikor elalszik anyád, gyorsan kiiszod belőle, amit apád belever. Te szerencsétlen halott. Menj el hullamosónak inkább, konzolvilág. Menj el inkább hullamosónak, azt annak szopkod le a faszát, mert nekrofil hajlamaid vannak, úgy születtél. Büdös köcsög. Hát jó, csak nem ennél a csiribiri senkiházinál. Hát kérdezd meg a konzolvilágot, ő tudja. Ő nem konzolvilág, ő konzolvirág. Virág. Mi van, miért nem ész? Verjem a faszom a szádba. Most folyik ki anyádból a nedű, vagy mi van? Most teszed bele pohárba, vagy mi van? Írjál konzolvilág. Kampós virág, írjál! Írjál még! Szia, Bodonyi Ádám! Nem, a THC meg a CBD. Ez mind a kettő benne van a fűbe. Mind a kettő hatóanyag. A THC az, ami szétbasz agyilag, a CBD az, ami ugyanúgy fejlődik, ugyanolyan arányban termeli a növény, mint a THC-t, jobban mondva párhuzamos arányban termeli, azért, hogy ne legyél, ne halucináljál, meg ne álljál be nagyon. Úgy lehet kifejleszteni azt, aminek a CBD szintje alacsony, a THC szintje pedig magas, hogy folyamatos fényt adsz a növényeknek. Nem adsz nekik sötétet, nem hagyod őket fotoszintetizálni. Magyarul folyamatosan csak a THC érték fog nőni a növényben, ez a CBD érték, ez meg leesik. Na azt, ha elszívod, Mo, attól olyanokat halucinálsz, attól úgy beállsz, mint a gerej, ami folyamatosan fény, folyamatos fényben ő, és nem kap sötétséget soha, mert folyamatosan csak termelődik, termelődik benne a cucc. Így lehet átbaszni a kanabiszt. Kisfiam, csókolom a szívedet, és itt van Beke bátya is, csak neked megy most. Örülünk, hogy megszülettél, Áronka. Itt van apa és a bátya. Ne foglalkozz semmivel. Beke, intézkedj. Biztos. Lemegy a nap, tudod, kigyulnak a fények. Áronka, nagyon szeretünk téged. Itt van apa Ali, ott van anya Janke, csék. Tesélem hidd, hogy majd oda élsz, bang, bang. Itt van neked újra Ali apa, és tudod, hogy a Beke bátya. Bang, West Coast, mindenkinek van a faka. De itt van, tudod, az öcsém, a pici Áronka, West Coast. Ha, ilyen a tehetség. És ott van neked a testvérség, Janka, meg Ali, meg Áronka, egy család. Ügyi, vigyázz, mert itt van a király, aki néz tégetek, mert a nagybátyád vagyok. És hidd el, fejt, érted, olyat robbantok. Ez a live, testvérem, ott lesz. Apád, érted, Áronka, minden megtesz. Itt van neked újra. Én vagyok testvérem, meg az Ali, meg benge, tudod, az igazi utca. Áronka, amíg élsz, addig élsz. Száz évig testvérem, mert be egészség nem néz. Westside, ezt osszátok meg. Mert tényleg Áronka, apa, anya, a bátya szeret téged. Látod, bang, bang, hungári respekt, motherfuck. Áronka, meg a családja, te maradt helyen, oda csap, bang. Itt van neked, de tudod újra, bang. Itt van Rúgus, Beke, Ali, meg Áronka, bang. A három testvér is, itt van, tudod, a három király. Míg itt berög, annyi grínyelvem, míg be a van ez a Siegfried Berger, aki ilyenekben benne vannak. Ez a buzi, rugós Ali, vagy hogy a kurvanyába hívják ezt a szarházi köcsög, Niger, mit tudom én, ki ez, érted? Én hamar kifehéríteném, érted? Olyanokat ráverdesnék, érted? Azt tudná, hol van, érted? Ez Angliában menő gangster rapper.
hogy remélem, hogy ott mossa az edényeket Angliába, tehát innentől kezdve csicska, érted? Egy Jean nem erjen itt embereket fenyegetni, érted? Száva családot fenyegeti, mindenkit fenyeget, érted? Tehát ezek mind a nézettségre mennek, ezek beteg emberek. Hülye gyerek! Úristen, micsoda buta egy paraszt gepi vagy te, hogy veregessem a faszomban náci kurva anyádba! Te büdös csicska! Jaj, de nagy vagy! De nagy vagy! A te házad előtt! A te házad előtt! Jaj! Hagyjad már! Várjál, visszalapozok! A te házad előtt! Mi, hol van a te házad? Csicska! Gyere! Videóklippeket ígérgettél. Ilyen fellépés, olyan nekem nem kell. Én nem egy puszta paraszt miatt akarok ide híres lenni, mert ő vele nem, hogy híres nem leszek, hanem még leégetem magam jobban. Én nem tudom, te holnap vetted ezt a baszta parasztot, holnap lesz a napja, hogy levágatom a fejét. Ricsimó! Darimbo! Tomimo! Jékrém, hagyjál már a fasságoddal! Rugózz meg, hogy tényleg megette a gyöngytyúkot. Hú! Halljak, meg inkább nem kellett volna bejönnöm live-ba, megittam volna magamnak a kis kávémat, aztán magamhoz térek, aztán talán utána, de bazd meg. Hát tényleg van köztetek olyan tisztelet a kivételnek, hogy elmentek a faszomba. Hát tényleg inkább az iskolakönyvet kéne forgattatok, vagy valami akármilyen könyvet, amiből tanulhattok, de olyan fasságokat tudtok írni, bazd meg, hogy ez tényleg megette a gyöngytyúkot. Hát bazd meg, és ha megette, akkor mi van? Ha nem ette meg, akkor mi van? A gyöngytyúk az szerinted egy házőrző állat, vagy micsoda? Láncra szokták kötni Magyarországon, érted? A gyöngytyúkot, mert neki megy a kerítésnek, mindig a szét akar tépni mindenkit. Vágod? Nem azért tartják, hogy levágják és megegyék, nem házőrzőnek tartják. Ne haragudjanak a többiek, akik nem ilyen hülyes ségeket írnak, de jobban fáraszt szájkosarat is tesznek rá, így van. Jobban fáraszt néhány emberket, tisztelt a kivételnek, csokkom a szíveteket, de jobban fáraszt egy-két embert, mint ha föl se keltem volna. Úristen, gyerünk! Térdel egy próbakörre, addig hagyd ott a te kocsidat, aztán húzd le a légtömegmérőt. Mondjad, hogy nem jó. De ennyit meg ennyit adsz érte. Aztán visszadugod, azt ihaj, csuhaj. Régi cigány trükk. A csatlakozót húzd le. A légtömeg itt öröl. De köcsög vagyok. Mondanék még mást is, csak itt live-ban nem szabad, ma így is azt mondják, hogy köcsög vagyok. Hát tesó! Négy évig részese voltam egy autókereskedésnek, úgyhogy, vagy társtulajdon a bár autó, úgyhogy... Szevasz, két diplomás! Hallom, két diplomás, te is jó gyerek vagy! Hallom, két diplomás, te is jó gyerek vagy! Hogy ide megpróbálsz normálisan, meg intelligensen irogatni, aztán mikor meg mennek ezek a alapított csöves csoportok, ez a trash club, meg a faszom tudja mi az anyátokba vagytok, ott meg csináljátok ezt a
izét, ezt a premier videót, a szépeket beszélgettek benne, meg szépen ócsároljátok az embereket, úgyhogy hallottam rólad is, hogy te is jó gyerek vagy. Úgyhogy ennyit erről maradt, azt nyugodtan, mert a gecit se zavarod. Azzal, hogy te irkálsz fasságokat, vagy akármit. Csak mondom, te rólad is tudom, meg erről a két babarról is, vagy ki a koporsó, az a ravatal gyerek. Érted? Lehet premiéreket nézegetni, jókat nevetgélni rajta, kivesézni, kibeszélgetni. Igazából nem tudom, miért nem valami National Geographic műsort néztek, amit ki tudtok vesézni, hogy ami értelme is legyen az agyatoknak, mert így nem sok van. Lufizhatlak. Hát ki a koporsó írogat? Mi az, hogy lufizhatlak? Mizu, lufizhatlak? Anyádat lufizzad, azt. Várjál, nem tiltalak, majd live után válaszolok neked, mert ilyenkor nem tudok hangüzenetet küldeni, de majd utána lufizhatsz, várjál. Szevasz, Velencei út 13, újra töltve. Hogy nem emlékeznék? Hát rád nem emlékeznék? Hallgass már! Lufizhatlak, azt írta rám az ember. Azt írta a messengeren. Szóval Mizu, lufizhatlak. Hát, még ilyet. Látjom, szép estét. Köszönöm, de Piero, csókolom a szíved. Egy emberről tudok, aki be tud lépni a profilomba, de az biztos, hogy nem irogat rád, az 1 milliárd százalék. Más meg nem tud belépni. Mert olyan jelszavam van, hogy még én se tudom. Úgyhogy ennyi. Premiéreket néztek az én videóimat ilyen buzi csoportokba, buzi közösségekbe. Aztán rajtam rögcséltek, meg rajtam beszélgettek. Hát gratulálok, mert mondom, inkább valami egyetemi műsort rakjatok be, vagy valami, amiből kicsit tanulhattok is, mert én belőle nem fogtok tanulni semmit. Érted? Szóval az, hogy egy jót rögtök, az elmúlik másnapra, viszont okosabb nem leszel, viszont hülyébb az igen. Úgyhogy maradjunk ennyibe. Viszont maradjunk annyiban, hogy a csoportotokban van olyan tag, aki mindent visszamond nekem, és soha az életben nem fogtok rájönni, hogy ki az, és mindig is lesz olyan tag minden csoportban, aki nekem szólni fog, meg lefényképezve, hogy miről van szó. Úgyhogy maradjunk ennyibe. Hidd el, nem 12 éves fejjel gondolkodok, nem is, mintha nagyon érdekelne, csak azért szeretem tudni, hogy kiné hány óra van. Olvastam egy kommentet Filmkillernek az egyik live-jába. Live-jához hozzá kommentelték, amiben az én nevem szerepelt. Még én azt hiszem, még egyszer nem szóltam ehhez a Filmkiller gecihez. De most fogok, most el fogunk beszélgetni. Remélem, itt vagy, büdös tojás. Nagyon remélem, hogy itt vagy. Megpróbálok veled higgadtan beszélni, hogy lássál végre egyszer egy normális embert is, pedig elárulom, nem vagyok az. 11 éve pszichiátrián kezelnek. Azt is elmondom neked, hogy miért. 4 év légió miatt, meg még némi apróságok miatt. 9 év Muay Thai, csak hogy tudjál róla. Mert akit látsz a képen, a testvéremet, meg fölmész a Facebook oldalamra, megtalálsz Ali Abdul Aziz. Ali Abdul Aziz néven megtalálsz. Meg lehet próbálni letiltatni, vagy akármit. De most nem te jössz, most én foglak letiltani tégedet. Nem csak a YouTube-ról, hanem az egész világról. És így, de én nem ott beke vagyok, hogy a testvéremet te oltogattad, meg te videókat készítesz, meg szájba baszod a faszopó kurva anyádat. Na, tehát kezdjük ott. Megtalálom a videódat, még idegesebb leszek, gyerek. Mégis még idegesebb leszek, kislányom. Amit oda kommenteltek, hogy te azt mondtad, hogy utálod az én fajomat, meg fajtámat. Figyelj most! Most vagy még jobban meg fogod utálni, vagy meg fogod szeretni, mert térdelni fogsz. Éhajjak meg a testvérem emlékére.
aki mosolt meg pár napja, és nem csicska kurva volt, mint te, nem csicska kurva volt, mint te, hanem egy jóvérű, bevállalós gyerek volt. Szóval kezdjük ott, megnéztem az első videódat, hogy te osztod az észt a magyaroknak, hogy te ajánlanál ezt meg azt a magyaroknak, hogy próbáljanak megjavulni, meg próbáljanak észt szerezni, mert hogy egymást tölik, mert hogy így csinálnak, meg csúnyán beszélnek, meg hogy így románoznak, meg úgy románoznak. Most elárulok neked valamit, te sokeszű, te értelmiségi, faszopó, román, telibaszott kurva anyád. Te most itt osztod az észt a magyaroknak, ugye? Hozzáteszem, Fatelnak is ki fogom baszni a száját, megfoglak, Fatel, a kétszínű kurva anyádat, a szádat fogom széjjel szakítani. Nem oldalra, lentről fölfele, hogy itt lesz a szádnak az egyik fele, a másik meg itt lent, testvérem, a mellednél. A szádat széjjel fogom szakítani. Na de most térjünk meg ennek a Murder gecinek is, akinek láttam a live-ját. Láttam, basszam meg a szátokat. Láttam, basszam ki a szátokat, a live-otokat, ahol beszélgettetek. Csak ott elbasztad, hogy mindig kirakja annak a képét, akivel éppen csevegést folytatsz. Lefényképeztelek, te Murder geci, te is habi már vagy valaki. Hát a faszom, hogyha fölállítom, az komolyabban néz ki, mint te. Te rossz senkiházi, faszopó, buzi, segbebaszott kurva gyerek. Mert semmi mások nem vagytok. Nézzétek meg a Facebook oldalamat, azok gyerekek, azok bevállalós gyerekek. És ha kell, most egy testvérem elment, de még 1500-at hozok nektek. És nem ilyenek, mint ti, hogy unalomból basszátok a kurva édesanyátokat, nem ilyenek, mint ti, hanem normális, munkából élő, bevállalós, csibész gyerekek. Nem pedig az anyjuk meg az apjuk szoknyája alá elbújt, senkiházi, bepálott, büdös, fogatlan, rossz tetű köcsögök. De most néztem a másik live-odat, te karácsonyra román konzervet eszel, basszam ki a szádat, azt még te nem csíped az én fajtámat, nézd csak! Az én fajtám az ilyenért megdolgozik, meg az ilyenért is. De ha kell, kiteszek neked még majdnem másfél kilót, sőt majdnem 2 kilót, több mint másfél kiló aranyat. Hogy te így lenézel engem. Én még nem ugattalak le soha, filmkiller geci. Hát kérdezem én te tőled, te büdös faszopó, senkiházi, alkoholista, fogatlan, rákos, a pincédbe bepállott oda, anyádék tartanak el 50 évesen, basszam ki a szádat, mert te nem mondjad nekem, hogy dolgozó, hogy te reggeltől estig ott ülsz a live előtt, hogy basszam ki a faszopó kurva édes anyádnak a száját. Azt basszam ki, hogy te neked van időd reggeltől estig nézegetni a számítógépet, hogy ilyen disznóvágás, meg olyan disznóvágás, de meghallgattam a live beszélgetéseteket ezzel a patkány fatállal, meg a telebaszott kurva anyáddal együtt, amikor te elmondtad, hogy jaj, micsoda galambok vannak ennél a tankjátéknál, meg a gecimnél. Na. Aztán konzervet eszel karácsonykor, román konzervet, hogy basszam ki a telebaszott faszopó kurva édes anyádat. Na. Nem érdekel, hogy itt most tetvesz cigányoztok, meg akármit csináltok. Előbb tanuld meg, hogy arab, nem cigány. Úgyhogy te filmkiller kurva. Te kiderült, hogy buzi vagy. Baszol a fatella, meg baszol egy-két büdös köcsöggel, akik halljak meg, úgy néznek ki, mint a faszom fölállítva. Azt még ti emberkedtek? Nézd már meg az én barátaimat, meg a testvéreimet ott a Facebookomon, tudod, hogy azok hogy néznek ki? Meg hogy én hogy nézek ki, hasonlítok-e te rád? Hogy te hogy mered az én nevemet a szádra venni, mikor egy rossz szót sose szóltam hozzád, de te bejössz a live-jaimba és oltogatsz, mire válsz nagyobb nézettségre? Vagy ebből próbálsz megélni? 1000 ember után kapsz 5000 forintot? Vagy mi a kurva anyádat csinálsz? Te senki áziát nem tudod eldönteni, hogy román vagy-e, vagy magyar? Basszam ki a gyomrodat a családoddal együtt.
És ezt jól jegyezd meg, ez nem fenyegetés, ez ígéret. Akkor érkezünk, amikor nem számítasz rá. Akkor érkezünk, és hidd el, elátkoztam magam, a családomat, az arabokkal, a cigányokkal, meg a magyarokkal fogok rád menni. Megcsinálni én egyedül foglak, mert senkinek nem engedem, hogy hozzád nyúljon, amíg én nem végeztem. Amíg én nem végeztem rajtad. Aztán többiek, mert azt csinálják, amit akarnak. Hogy aztán mi lesz a sorsod? Túléled-e? Nem éled túl? Az már tök mindegy. Mert vagy nyomorék maradsz, vagy meghalsz. Ez a két lehetőség van. Megértetted, te senki házi? Megértetted? Na, Romániában meg hozzáteszem, korrupt a rendőrség, onnan akkor jövök ki, amikor akarok. Én meg tudom fizetni, te nem. Te nem. Úgyhogy te költözzél föl a Holdra, kislányom. És most beteszek neked egy jó kis zenét, amit az egyik testvérem ajánlott. A te kérésedre, testvérem! Killer Surprise! Eljött a végítéleted! És ez nem ígéret, vagy ez nem fenyegetés, ez ígéret! Most véged van, én halljak meg, most véged van! Nincs hova menekülnöd. A románok utálnak, a magyarok utálnak, a cigányok utálnak, az arabok utálnak. Tudod mi ez? Vízszint. Te büdös ratyi. Te jöhetsz kézzel is. Nagyon kíváncsi leszel ti, face to face, hogy leszel? Örülsz, hogy meghalt a testvérem? Azért fogsz könyörögni, hogy halljál meg, hogy hagyjalak meghalni. Azért fogsz könyörögni, hogy hagyjalak meghalni. Te büdös patkás! A tüdődet, a szívedet ki fogom venni, akkor basszálj be a kurva anyádat, amikor még dobog. Ezt megetetem veled. Na ennyi volt gyerekek. Csókolom a szíveteket, te faszkiller kurva. Én lettem a killer surprise. Bármikor várhat, bármikor várhat. Nyitott szemmel aludjál mindig, de kevés leszel hozzá. Bármikor várhatsz, a mai napoddal elbasztod az egész életedet. Isten áldjon. Now blow them away. 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 Now blow them away.